éremesülvel zárta a Flexi Team Aerobic Club az EGRI az idei első megmérettetését. A folytatásban a sikereikről fogunk beszámolni. Itt vannak velünk vendégeink, először is hagyj mutassam be Révai Magyar D. Annát vezetőedzőt, és a négy gyönyörű kis királylányt, Borit, Dórit, Bogit és Adélt. Megjegyeztem a nevüket. Sziasztok! Sziasztok. Köszöntünk titeket, és gratulálunk. Így van. Na de merre jártatok legutóbb, milyen megmérettetésen? Hát a magyar bajnokság első fordulója volt Budapesten. Ez egy kétnapos rendezvény. A szombati nap az a amatőr kategóriát öleli fel, a vasárnapi nap viszont a már a nemzetközi kategóriát versenyezteti. A lányok a szombati napon versenyeztek, ahol Bori, Adél első versenyükön vettek részt, tehát újoncként debütáltak a versenyen, ahol már éremmel jöttek haza. Dóri meg Bogi már másodéves versenyzők voltak. Ők már egy komolyabb kategóriában versenyeztek, ahol egy nagyon meglepetés éremmel tértünk haza erről a versenyről. Na, hogy éreztétek magatokat, lányok? Sorban mindenki számoljon be akkor. Hát én nagyon jól éreztem, magam is nagyon tetszett ott a nagy csarnokban, meg ott minden nagyon... Nekem nagyon tetszett az egész. Nem tűnsz izgulósnak, de egyikőtök sem. Dóri? Én verseny előtt izgultam, de utána meg nagyon boldog voltam, hogy megvolt a második hely. Szerintem is nagyon jó volt. Én is egy kicsit izgultam, de én is nagyon örültem. Adél? Hát én, nekem is nagyon tetszett, mert sokan voltunk, meg egy kicsit én is izgultam, de... Amikor letáncoltuk utána, meg már nem izgultam nagyon. Bori említette is az éremesőt, kicsit puskázok, hogy 2 arany, 3 ezüst, 4 bronzérem, és számos értékes más helyezés. Mennyire vagytok elégedettek így összességében? Hú, ez egy nagyon jó kérdés, mert főleg a kicsikkel kapcsolatban én nem erre az eredményre számítottam, és jóval felülmúlták azt, amit én gondoltam. Az hozzátartozik, hogy most volt egy ilyen szabályzatváltás, a gyakorlatok, amivel ők indultak, ez egy kötött gyakorlat kötött zenére, így nem tudtuk, hogy a többi egyesület hogyan készült, hogyan tudták megtanulni az új gyakorlatokat, milyen új gyerekek fognak ugyanúgy debütálni, mint ők, ezért nem tudtuk a mezőnyben, hogy éppen mi most hogyan állunk a felkészülésben, és teljesen felülmúlták a várakozásaimat, viszont a két lány meg még inkább, mert az ő mezőnyük nagyon-nagyon népes volt, és most ugrottak először ebbe a kategóriába, és őszintén szólva én az első harmadba vártam a lányokat, és amikor megtudtuk, hogy másodikok lettek, hát én teljesen oda voltam, hogy ilyen jól szerepeltek, bár tényleg mindent megtettek azért, hogy ott állhassanak a dobogón. És indultatok egyénileg is, meg csoportban is, vagy ezt hogyan kell elképzelni? Hát ez úgy néz ki, hogy a UP4, UP3-as korosztályban, ami a 7-11 éves korosztályt öleli föl, ő nekik nincsen B kategóriában egyéni versenyszám, csak nemzetközi szinten. Mi ebben még nem mutatkoztunk meg itt Egerben. Viszont az UP2-es, tehát a 12 éves korosztálytól fölfele, a juniorjog ott már van, ott vannak egyéni versenyzőink, ott vannak a számos értékes helyezésünk, ami már ott az első egyharmadban és gyönyörű szép középmezőnyben végeztek elsőre a lányok, mert most próbálták ők is először ki magukat egyéni kategóriában, ami azt kell, hogy mondjam, nagyon nehéz, mert volt olyan kategória basicben junior korosztályban 31 induló volt, tehát már lelkileg az a gondolat is, hogy erre föl kell készíteni a lányokat, és ebben ők nekik meg kell mutatkozni, és nagyon szépen helytáltak, azt gondolom, hogy innen majd szépen menetelünk. Tehát akkor ők csoportban. Igen, a lányok csoportban, a két lány trióban, van még egy harmadik kislány hozzájuk, és akkor ők trió kategóriában indultak. És hogyan találtátok meg ezt a sportágat, mióta űzitek? Hát én ősz óta vagyok, nagyon szeretem is. Most hát, már ez marad. Igen. Nekem az akkori legjobb barátom járt ugye aerobikra, és akkor mondta, hogy én is iratkozok be, és így másfél éve kb. Vagyok el. Matuzsálem vagy. Hát én úszni jártam, és akkor nekem aki tanította az úszást, Anna férje, ő átjött aerobikozni, és akkor hát én is kipróbáltam, és tetszett. Átpártolt. Igen. Akkor jobb, mint az úszás. Nekem is a barátnőm járt egy ideig, aztán abba hagyta, és utána elmondta nekem, és akkor én elkezdtem járni, és akkor ő is elkezdett járni. És én ezt nem szeretném abba hagyni, mert nekem ez nagyon tetszik, ez a sport.
Valamit jól csinálsz, ennyire rajonganak érte. Igen. Hát azt gondolom, hogy azért a mai kislányoknak azért a zene, meg ez a mozgás, ami 2022-ben teljesen tökéletes. Nagyon szép eredményeket értetek el. Egy kicsit meséljetek nekünk a felkészülésről, az edzéseitekről, hogy az ott hogyan érzitek magatokat, milyen gyakorlatok vannak, mit szerettek benne? Hát... Van bemelegítés biztos? Igen, szokott bemelegítés lenni, nyújtás is, aztán meg a gyakorlatot is sokat gyakoroljuk. Mi a legfárasztóbb benne? Hát úgy az egész úgy fárasztó viszonylag. Hát az erősítés része is eléggé fárasztó, meg a bemelegítés is, az a kettő inkább, de még a gyakizás is nehéz. Lányok, az edzésen mit szerettek legjobban? Hát én gyakorlatozni is nagyon szeretek, meg hát szeretem, meg nyújtani is szeretek. Tornázni? Ki szeret? Én is. Hát tornázni, meg ezeket. Hát én is a bemelegítést szeretem, meg a gyakorlatozást, hát meg a nyújtást is szeretem. Hát az egészet tulajdonképpen ez a legjobb. Hát általában a nagy sláger az akrobatika, amikor megtornázunk, tehát az a mindig a móka része, ha úgy nézzük, mert azért az erősítés, meg amikor a gyakorlathoz követ, azért ahhoz kell egy jó kis fizikum. Jelenleg mire készültök most, hogy most voltak szép eredmények? Hogyan tovább? Most a Magyar Kupa második fordulója lesz május első hétvégéjén, arra készülnek a versenyzőink, illetve júniusban a világbajnokságon fogunk megmutatkozni, ahol König Antónia egyénivel és csoporttal is kijutott. Csoportkategóriában az Óbudai VDS-e felkészítésében egy vegyes egységgel fog debütálni kint, reméljük, hogy mind a két egységben nagyon szépen helyt fog állni, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy a nemzetközi kategóriás csoportjaink trió és csoportkategóriában az Óbudai VDS-e felkészítésével vegyes egységben szoktak indulni a magyar bajnokságon, tehát ezek az eredmények az ő részükről, ez közös érdem. Hány éves egyébként a legfiatalabb versenyzőtök? Legfiatalabb? Hát még 6,5, és még most fogja tölteni a 7-et. Jó, egy kis csúszék. Még óvodás, szeptemberben lesz iskolás. Ő volt már esetleg versenyen? Volt, most debütált ő is először, már ő óvodásan került hozzánk, tehát az óvis tornáról került át a kisiskolásba, és onnan már most ő versenyzőnek lett úgymond kinevelve, hiszen azért nem titok, hogy az ovisokból lehet leginkább, azt gondolom, a legjobb alapokat megadni és kinevelni. És hol lehet titeket látni legközelebb? Ezen a májusi megmérettetésen, vagy még korábban is valahol? Bemutatózás esetleg? Hát a legkorábban most szombaton fogunk Budapest mellé Pilis Csabára menni, a Diák Olimpia döntőre, ahol a lányok fognak, a döntőbe jutott lányok fognak majd szerepelni, és reméljük, hogy jól fog menni, ugyanolyan jól, mint a keleti forduló. De soha nem pihentek, amikor szünet van, akkor is csak az edzés mindig? Vagy azért tudtok pihenni is? Hát szokott lenni pihenés, de inkább az edzés. Meg szokott ivószünet, meg ilyenek lenni. Milyen aranyos hangon, hagy titeket inni. Nagyon jó. Most adtunk nekik egy kicsit hosszabb szünetet, most, hogy a szünet előtt volt a Magyar Kupa, igyekeztünk egy jóval hosszabb szünetet kiadni a lányoknak, bár azt gondolom, hogy 4-5 napnál többen nem nagyon szoktunk, hogy visszataláljanak a tornaterembe. És most mivel készültetek nekünk, mit fogtok bemutatni majd? Adél és Bori fogja bemutatni a gyakorlatukat, amivel a Magyar Bajnokságon 3. helyet értek el. Na, kíváncsian várjuk. Nagyon várjuk, igen. Köszönjük a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen. Oh.
penso em